Nagyon sok negatív dolgot hallottunk ebben az evangéliumban, olyan dolgokat, amiek általában ijesztőek. Lemondás, kereszt, szenvedés. De Jézus egyáltalán nem azért mondja ezeket, hogy elkeserítsen bennünket, hanem azért, mert tornyot akar építetni velünk. Egy tornyot, aminek a teteje, vagy ami maga arra való, hogy eljussunk a teljes boldogságba, a mennyországba. És nyilván, hogyha teljesen boldogok akarunk lenni, akkor megéri leülni előtte és kiszámolni, hogy képesek vagyunk-e erre. Képes vagyok-e teljesen boldoggá tenni saját magamat. Mert különben, ha nem sikerül, akkor mindenki csak gúnyolni fog, hogy na, lám, Tamás atya bolonddá tette magát, és nem ért el vele semmit. Jézus azt szeretné, hogy tényleg boldogok legyünk. A boldogsághoz vezető út pedig olyan, mint hadba vonulni egy király ellen. Hadba vonulni és küzdeni azokkal a dolgokkal, amik elkeserítenek bennünket, amik nehézé teszik az életünket, mert szeretnénk boldogok lenni, de állandóan közben jön egy konfliktus, közben jön egy nehézség, egy gyengeség, valami, ami nem tetszik, akár csak ilyen apróságok, hogy esik az eső, és nem tudok azt csinálni, amit szeretnék, hogyan tovább? Követségeket kell küldeni az Istenhez, és békét kérni. Kérni az ő erősítését, mert ő azt mondja, hogy el akar vezetni bennünket a teljes boldogságra. Az első olvasmányban hallottuk, hogy az Isten minden intézkedése és minden parancsa a szeretetre vonatkozik. Minden, amit nekünk ad, az jó, segít bennünket. De általában ezt nehéz felismerni, ezért keresztnek tűnik, mert a kereszt valami olyan, amit én alapvetően nem akarok. Azt az Isten akarja. És ezért tudjuk, hogy amikor valami úgy tűnik, hogy keresztül húzza a boldogságunkat, kereszt, akkor biztosak lehetünk benne, hogy ezt az Isten csinálja, és hogyha ő csinálja, az azért van, hogy mi boldogok legyünk. Ezért mondja, hogy aki hozzám jön, de nem gyűlöli apját, anyját, feleségét, gyermekeit, fivérét, saját magát is, nem lehet a tanítványom. Mert az apánk, az anyánk, a feleség, a férj, a gyermekek, a fivérek, a nővérek, sőt saját magunk is azt mondjuk, hogy már pedig szenvedni nincs semmi értelme. Ne csináljuk, nem éri meg. Ezt a részünket kell gyűlölni és azt mondani, hogy de igenis, arra fogok menni, amerre az Isten vezet. Igenis, azt fogom csinálni. Hogyha ez azt jelenti, hogy holnap iskolába kell menni, akkor holnap iskolába megyek. Ha ez azt jelenti, hogy ma este még tanulnom kell, akkor ma este még tanulok. Ha ez azt jelenti, hogy soha nem leszek olyan jó matekos, mint ahogy szeretnék, akkor úgy lesz, akkor soha nem leszek olyan jó matekos. Semmi gond. Az Isten megtalálja a módját annak, hogy felépítse azt a tornyot, ami az én világomat összeköti az övével, a teljes boldogsággal. Ezért forduljunk hozzá, és könyörögjünk együtt az Istenhez, hogy az ő tervei valósuljanak meg, és hogy mi ebbe bele tudjunk egyezni Jézus Krisztus által. Amen.